Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Mai ünnepi adásunkba visszatekintünk 2020 legfontosabb, a várost érintő eseményeire. Nem volt könnyű élete az itt élőknek, de mindig összefogtak, keményen dolgoztak, és olyan közösséget építettek, amire méltán lehetünk büszkék ma is, mondta Bozsolik Róbert polgármester Bátaszék várossá avatásának 25 éves évfordulójának ünnepi beszédében. A ceremónia részeként díszpolgári címet kapott Bognár Jenő, a város egykori polgármestere, és pro urbe kitüntetést Udvardi György, katolikus érsek, apostoli kormányzó. Bár a koronavírus járvány nem tette lehetővé, hogy az előzetes tervek szerinti módon ünnepelje Bátaszék városa avatásának 400. évfordulóját, a város napja hivatalos ünnepségére ünnepi testületi ülés keretében mégiscsak sor került. Bozsolik Róbert polgármester ünnepi beszédében arról szólt többek között, ha visszagondolunk az elmúlt 25 évre, jelentős fejlődés jeleit láthatjuk, ám mindez csak tárgyakat, épületeket vagy utcákat jelent, ami akkor ér valamit, ha a benne élők egy közösség, mely mindent megtölt élettel. Minden nemzedék szeretne maradandót alkotni, nyomot hagyni maga után a világban. Olyan dolgokat tenni, amelyek akár a saját életét, vagy éppen a szűkebb, tágabb közösségének az életét jó irányban megváltoztatja, és amelyről joggal emlékeznek meg az utódok. Ezért is fejlődik a világ. De sok minden kell ahhoz, hogy ez teljesülhessen. Tudás, szorgalom, tenni akarás, egy jól megragadott pillanat, és még sorolhatnám a körülményeket. A mögöttünk álló 878 év is bizonyítja, hogy a Bátaszéken élő nemzedékeknek megvolt a tudása, a szorgalma, az akarata, hogy maradandót alkossanak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy ma itt vagyunk és ünnepelhetünk. A 25 év nagyon sok mindent jelent számomra is. Az elmúlt 25 évből 20 közvetlenül Bátaszékhez köt. 20 éve vagyok gyakorlatilag ennek a településnek ilyen-olyan vezetője. Nagyon nagy köszönet és elismerés és hála, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak. Nagyon nagy megtiszteltetés, de nagyon nagy munka is. Azt próbálom tenni az elkövetkező időszakban is, ami az elmúlt 20 évben motivált, és az elődök is ezt követték. Szeretnék minden bátaszéki polgármestereként úgy tevékenykedni, hogyha egyszer, ne adj Isten, 25-30 év múlva nekem is számot kell adnom közéleti tevékenységemről, akkor azt tudja mondani, hogy ez egy jó mulatság férfi munka volt. Az ünnepségen felszólalt Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Torna megye országgyűlési képviselője, aki arról beszélt, a paksi bővítés olyan lehetőségeket teremt a környezetben élők számára is, mely jó alapul szolgál a helyben való életkörülmények javítására, és ez kihat a fiatalok helyben tartására. Fontos, hogy itt a fiataloknak is olyan számtalan lehetőség lett az elmúlt évtizedekben biztos, hogy utasztad a tornaterem, sportolási lehetőség, de akár csak a táncegyüttes. Tehát, hogy ez is megint egy igazi olvasztó tégely, mert több nemzetiségű település, és ugye konfliktus nélkül együtt kell élni, hogy ebbe senki, polgármesterek is hangsúlyozták, ez a legfontosabb, hogy itt ezt megtartani. És úgy azt is mondtam, hogy mi, akik az erőmet építjük, nem csak Paksba gondolkodunk, kezdettől azt mondtuk, hanem Tolna megyébe, régióba, és ebbe Bátaszék is belefér az, és emlékeztettem polgármester úrat is, majd jövök, az előadást is megtartjuk, hol tartunk Paks vonatkozásába, hogy haladunk, mik a lehetőségei majd a bátaszéki vállalkozóknak. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnökének véleménye szerint a megye városainak fejlődése kihat a megye egészének gazdagodására. 11 város van, és minden egyes városnak a városá alakulása igazából egy fontos évforduló. Örülünk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben jó néhány nagyközségnek sikerült várossá alakulni, és hát a legújabbakat látom én, van két városunk, aki csak 10 éve lett várossá, és nyomon követhetjük a fejlődését, és jó látni egy-egy ilyen várossá alakulás kapcsán azt, hogy az adott település városként milyen dinamikus fejlődésnek indul. És ilyen szempontból
öröm látni, hogy Bátaszék is az elmúlt 25 évben nagyon sokat fejlődött, látjuk a kihívásokat is. Egy városnak természetesen mások az elvárásai is, egy várostól a lakói is mást várnak el fejlődés szempontjából, és a megyének az a feladata, hogy mindent megadjon és biztosítson annak érdekében, hogy ezek a városok tovább fejlődjenek. A szokásoknak megfelelően ez a nap nyújt lehetőséget arra, hogy a legfontosabb díjait átadja Bátaszék azoknak, akik kiemelkedőt nyújtottak a fejlődés érdekében. Ennek megfelelően vehette át a díszpolgári címet Bognár Jenő, aki 1983-ban tanácselnökként, vagy 1994-től 4 cikluson át polgármesterként vezette a várost és fejlesztette Bátaszéket. Árzpolitikája szerint a polgármester minden város lakó jobb életkörülményéért felelős, függetlenül attól, milyen nemzetséghez tartozik, vagy milyen politikai ideál mellett teszi le a voksot. Közel 28 év munkáját értékeli, és hát jó érzéssel veszem át. 69 éves voltam, amikor nyugdíjba mentem, és majd 28 évig voltam a városnak a vezetője. Úgyhogy akár egy könyvet lehetne írni az embernek a fájdalmairól, örömeiről, de minden esetre én azt gondolom, hogy most jó érzéssel veszem át. Az életemet jelenti. Nagyon röviden az életemet jelenti. Gondolj bele, 28 évig egy várost vezetni, és sokan nem tudják elképzelni, hogy ez a polgármesterség, vagy akár a tanácselnökség, ez tulajdonképpen mivel jár. Mindenki azt gondolja, hogy bemegy és parancsolgat. Nem. Én azt szoktam mondani, hogy ezt a munkát, ha ki elvállalja, az hétfőtől hétfőig tudja csinálni, és az én telefonom az mindig be volt kapcsolva. És én minden reggel 3-8-kor ott voltam a hivatalomban, mert csak így tudtam a munkatársaimtól is megkövetelni, hogy precíz, pontos munkát végezzenek. Szerencsére olyan munkatársakkal voltam körülvéve, hogy viszonylag könnyen lehetett ezt a munkát végezni. Én legszívesebben arra emlékszem, hogy a sors megadta nekem azt, hogy amikor elkezdtük a munkát, illetve amikor megválasztottak, akkor kezdődött a templomnak a rekonstrukciója. Hatalmas nagy munka volt, és nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, és milyen érdekes a sors, miközben befejeztük. Elment 28 év, és úgy fejeztem be a munkámat Püspök úrral együtt, aki tudomásom szerint szintén ki lesz tüntetve, hogy a templom tornyát rendbe kellett hozni. Nagyon nehéz hónapok, fél évek voltak mögöttünk, és hál' Istennek sikerült befejezni, és ez valami a sorsnak egy nagy csodája, hogy a templommal kezdtem, és a templommal fejeztük be. Bátaszék város Proulbe díjjal ismerte el azt a tevékenységet, melyet Udvardi György katolikus érsek, apostoli kormányzó tett a város templomának felújításáért. Dr. Udvardi György pécsi püspökké történő kinevezését követően elkötelezett feladatának tekintette a bátaszéki Nagyboldogasszony plébánia templom tornyának felújítását. Elérülhetetlen érdemeinek köszönhető, hogy a torony 2013-ban elvégzett lebontását követően a toronysisak újjáépítése és a homokkődészek felújítása megtörtént, igen jelentős egyházi forrásból, állami támogatásból és adakozásból. A teljes felújítás 2014. októberére készült el. Az egyházmegye irányítása során nagy figyelmet fordított az egyházmegyei épületek felújítására, amelynek köszönhetően 2019-ben pályázati forrásból felújításra került a Molyvostölgy tövében álló Orbán kápolna is. Megtisztelő, amikor egy közösség úgy gondolja, hogy valakit szeretne a
közösség által létrehozott díjjal kitüntetni, akkor saját maga életére is gondol, azokra a tevékenységekre, feladatokra, amelyek érintik mindennapjaikat, és így keresi azokat a személyeket, akik ebben valami módon segítik, vagy segítették a közösséget. És ez számomra egy közösségi élmény, és nyugodtan lehet mondani egy egyházi élmény is, hiszen ebben a közösségben, városban a hitnek és a mindennapi életnek a kapcsolata elevenen tetten érhető, és ezért is örömmel tölt el. Másrészt pedig a személyes megtiszteltetésen túl úgy gondolom, hogy egy közös élményben egy visszajelzés is a közösség felé. Bozsolyik Róbert polgármester azt mondta, 25 év a fejlődés egy állomása, mely a fejlődési folyamat közepét jelenti. Nagyon sok minden történt az elmúlt 25 esztendőben, ami adott egy igen biztos alapot egy kisvárosi élet formának a kialakításához. Viszont vannak még terveink, amiket meg kell valósítani, hiszen jó lenne egy új művelődési központot megépíteni Bátaszéken, vannak feladataink a közműveink tekintetében, és talán ami a legfontosabb, tovább kell építenünk Bátaszék közösségét, az, hogy ez továbbiakban is megbonthatatlan legyen, hiszen ebben van a jövő záloga. Próbáljunk, azon dolgozunk majd az elkövetkező időszakban is, hogy a fiataljainknak legyen értelme Bátaszékre visszajönni, amit tanulnak, azt itt Bátaszéken, Bátaszék környékén tudják kamatoztatni, mert ha ez így folyamatában tud működni, akkor még nagyon-nagyon sokáig köszönhetik majd az utánunk következő Bátaszék város születésnapját. Jelentős beruházásra készül a bátaszéki németség. A szövetségi kormánytól kapott támogatásból egy regionális németház kialakítása kezdődhet meg. A projektet a város önkormányzata azzal támogatta, hogy a nemzetiség tulajdonába adta a civil házat, mely otthont ad a regionális központnak. Minden építkezés bontással kezdődik, mondta a Német Nemzetiségi Egyesület elnöke. Ennek megfelelően el is kezdték a már használhatatlan bútorok kihordását és bontását az egykori civilház régióvoda épületéből. Bátaszékváros önkormányzata azzal segítette a regionális találkozási pont létrejöttét, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adományozta az ingatlant. A munkálatok elkezdődtek. Ma terveink szerint kipakoljuk az épületet üresre, elkezdjük a fűtésrendszert, a régi elavult fűtési rendszert kibontani, lebontani, és hát tervezgetni a munkát, hogy mi lesz a következő folyamat, hogy lesz a következő lépés. Tagjaink vállalták azt is, hogy majd kis forradborral pörköltel kedveskedjenek, tehát a jó hangulat az biztosítva van a munka alatt, és én személy szerint nagyon örülök annak, hogy ennyi szorgos kezet üdvözölhetünk ma itt az épületben, illetve az udvaron, és nagyon gyorsan jól halad a munka. Rómát sem egy nap alatt építették, ez egész biztos, hogy egy nagyon-nagyon hosszú munka lesz, nagyon-nagyon sok időt fog felemészteni, még több pénzt, de ha ennyire gyorsan haladunk, akkor nem lesz ebben semmi probléma. Én úgy gondolom, hogy a kipakolással a mai nap már végzünk is, és jöhet az épületnek a szerkezetének a felújítása. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Egyesület részéről vetődött fel annak a gondolata, hogy egy régiós kulturális központ jöjjön létre Bátaszéken. Ugye ez az országos önkormányzat részéről is megfogalmazott igény, hogy területenként létre kívánnak hozni, és hát éltünk is ezzel a lehetőséggel, hiszen Bátaszék történelme alapvetően a németséghez, a svábsághoz kötődik, hiszen a török hódoltságot követően német ajkúakkal került betelepítésre Bátaszék és környéke, és hát valójában nagyon-nagyon sokat köszönhet a település a német ajkúaknak, hogy ma így nézünk ki, ahogy kinézünk. Az önkormányzat mással nem nagyon tudta segíteni ezt az ötletet, mint hogy helyet biztosítunk, hiszen ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adjuk a helységet. És hát mivel a tervek már rendelkezésre álltak egy korábbi elképzelések alapján az átépítésre,
így kézenfoghatónak tűnt, hogy ez legyen a helyszín ennek az ötletnek, ennek az elképzelésnek. És hát a mai nap meg is kezdődött a kivitelezés, ha szabad így fogalmazni, hiszen a Német Egyesület tagsága megkezdte az épületnek a kitakarítását. Ez az épület korábban raktározási feladatokat is ellátott, és hát nagyon-nagyon sok olyan most már haszontalan holmi került itt állásra, amelyet megsemmisítünk, eltávolítunk. Megpróbáljuk az épületet kiüríteni olyan szempontból, hogy megkezdődnek a régi szerevényeknek a lebontásai, és apránként majd akár az önkormányzat, akár az egyesület pályázati lehetőségeivel megpróbáljuk az épületet a régi pompájába és régi fényébe felújítani, hogy funkcionálisan és alkalmas legyen az elképzeléseknek a megvalósítására. Ma én az egyesület tagjaként veszek részt az eseményen, hiszen a Német Egyesület tagja is vagyok, és hát így is próbálom segíteni, hogy az ötlet elképzelés minél gyorsabban meg tudjon valósulni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat immáron a teljes ingatlan birtokolja. De mi lesz akkor az eddig itt tárolt dolgokkal és a Best Ritin próbáival? Azért megállapodtunk a Német Önkormányzattal, hogy azok a szervezetek, akik az önkormányzattól szívességi használat címén helyiségeket használtak, mindaddig, amíg a felújítás vagy a funkció nem igényli, addig ezek az egyesületek továbbiakban is itt tevénkednek, a legjobb utcai csapat is itt továbbiakban tudja folytatni majd a munkáját. A Felvidéki Néptánc Egyesület a helyiségnek egy részét, vagy az épületnek egy részét ő is raktározási céllal használta. Sajnos az is rossz állapotban van, így megpróbálunk helyet keríteni majd azoknak az értékes holmiknak, amelyek per pillanat itt kerülnek őrzésre, hogy azért vagyonvédelmi szempontból az jobb körülmények között lehessen majd őket tárolni. Bár van egy nyertes pályázatuk, az csak a regionális találkozási központ berendezését támogatja majd. Az épület felújítására nincs külön forrásuk, így azt egyelőre önerőből, civil segítséggel kezdték el. A pályázatból valóban nyertünk a németországi belügyminisztériumnál egy elég komoly pályázatot. A pályázat az épületre magára nem ad támogatást, a berendezésre ad. Tehát ebben az épületben helyet fog kapni egy könyvtár, nagyon sok német nyelvű kötettel, új kötetekkel, gyermekkönyvtár, ahol lehet óvópedagógiai foglalkozásokat tartani, és iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek is. Informatikai, nagyon komoly informatikai háttérrel fog ez rendelkezni, tablettekkel, notebookokkal. Egy konditerem a hölgytagjaink nagy örömére. Hát én nem is tudom, hogy mennyi géppel, mágneses szobakerékpárokkal, elektrikus trénerrel, evezőpaddal, mindenféle klassz gépekkel fogjuk ezt felszerelni, egy teakonyhával fogunk rendelkezni, illetve olyan irodahelyiséggel, ami ágyazható lesz, tehát hogyha Bátaszékre delegációk érkeznek, akár itt szívesen el is fogjuk tudni őket szállásolni, kulturált körülmények között. Én azt gondolom, hogy a tél beállta előtt jó lenne a fűtés engedélyeztetése, tehát a gázengedéllyel, a fűtés képítésének az elkezdésével megbirkózni. A héten már ideiglenes folyóvíz újra van az épületben, tehát slaugot tudunk használni, kezet mosni, illetve hát WC-re el lehet menni, ami egy nagy dolog most, ideiglenesen is csak, de én azt hiszem, hogy a jövő nyár fogja meghozni azt az áttörést, amikor az épületet már ki is lehetett festeni. Tehát eljutunk odáig, hogy a betonozások, falak áthelyezése, nyílászáró cserék, ehhez szükségünk lesz majd a tavaszra, illetve a nyárra. Nemzetiségi csatornáinkon keresztül próbálunk majd meg erre pályázni és pénzt szerezni. És én azt hiszem, hogy ami a legszebb része ennek az egésznek, az pont ez a társadalmi munka, ami itt zajlik, hiszen azokat a munkákat, amik nem engedélykötelesek, és megtehetjük azt, hogy mi magunk készítsük, azt meg is fogjuk tenni. Sok segítőkéz munkálkodott szombaton, ezért jó ütemben is haladt a munka. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy a határon túli magyarok is teljes értékű állampolgárai lehessenek az országnak, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bátaszéken, ahol a székelyek a józsefalvi búcsú emlékére gyűltek össze. Az ünnepségen megszentelték a megépintedő székelyház keresztjét. Isten tisztelettel vette kezdetét az az ünnepség, melyen a Vártaszéki Székelység egyszerre ünnepelte az ideérkezésük 75. és a kódusok működésének 50. évfordulóját. Az ünnepség arra is alkalmat adott, hogy a leendő székelyház udvarán megszenteljék a keresztet.
A székesség meghatározóbb állt a szék utóbbi évtizedeinek történelmében, éppen ezért fontos, hogy a település vezetése és a népcsoport akarata találkozzon, mondta Bozsadik Róbert polgármester. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év, ami a bátaszéki székelyek baráti köre életében és a városunk életében párhuzamosan zajlott, az bizonyítja, hogy mindig is jó együttműködés volt a városvezetés, illetve az egyesület között. Ez az időszak, ez alapvetően Kismőd István irányításához és nevéhez kötődik. Ő nagyon-nagyon sokat tett, többet magával azért, hogy a bukovinél székelyek valóban otthont találjanak Bátaszéken, de meggyőződésem, hogy a mindenkori településvezetés is tett azért, hogy jól érezzék magukat. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban. Úgy néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg többünkben, természetesen a Székely Egyesület indítatására, hogy ha már otthont leltek, akkor egy ház is legyen Bátaszéken a székelyeké. Ezért a város korában egy ingatlan fel is ajánlott a Székely Egyesület részére, de végül is az újon alakult székelyvezetés úgy döntött, hogy nem azon a helyszínen, hanem egy másik helyszínen kíván egy székelyházat létrehozni. A város, amennyiben igényli a Székely Egyesület, minden segítséget megfogadni. A néhány perccel elhangzott dátum, azaz 2021. augusztusára ez a székelyház idézve a régi idők emlékét átadásra kerülhessen. A gondolat, hogy a hazát találtunk, legyen házunk is, Illés Tibortól, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökétől származik. Hogy építkezni mindig az ember akkor építkezik, amikor hazát talál. És a bukovinai székelyek ugye számtalanszor megtették. És azt hiszem a mostani idő különösen ráhangolódnak arra belsőleg is, kényszerítik az embert arra, hogy ráhangolódjon, hogy milyen értékeket és milyen fájdalom között hozták el, és tartották magukba a szüleink, vagy a nagyszüleink. És mégis kinyíltak, házat építettek, és valóban sokan voltak, akik ugye hát itt köztudott, ugye, hogy a svábok házába kényszerültek beköltözni, nem akartak, de hát az élet így hozta, és sokan akkor találtak igazán hazára és házra, amikor a sajátjukat föl tudták építeni. Azt hiszem ez az érzés, ez végigkövette és végigköveti a mai napig is, és ezért örülök, hogy itt is egy hazát vagy egy házat építenek, mert úgy gondolom, így teljesedik ki az életük, így találnak örömet, ugye ez a közösség is, és bízom benne, és hát mindent a szövetség, Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megtesz, hogy tényleg egy olyan értéket képviseljen ez a székelyház, és mind amilyen értéket számtalan helyen ugyanúgy hasonló épületek hordoznak magukban. Ez az ünnepség a tervezés időszakában kiemelt szerepet kapott a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjában. Ám a vírus itt is keresztbe húzta a számításokat. Ennek ellenére meghatározó pillanatához érkezett Bátaszék és az itt élő székelyek, mely újabb lehetőségeket nyit majd meg, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az idén a Nemzeti Összetartozás évének ünnepi eseményei zajlanak Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Sajnos a koronavírus nem tette lehetővé azt, hogy minden meghívott eljöjjön erre az eseményre is, hiszen a határok, illetve a járvány miatt a magyarság is, így a székelység is gyakorlatilag szét van vágva, el van vágva egymástól. Ennek ellenére nagyon sokan a környékből össze tudunk gyűlni ma itt Bátaszéken. Egyrészt megemlékezünk arra, hogy 75 évvel ezelőtt szüleinket, nagyszüleinket ide telepítették, illetve elmenekültek Bácskából, ahova 1941-ben telepítették őket Bukovinából, és végleges otthonra leltek itt a Dél-Dunántúlon, Tolnában, Baranyában, illetve Bács-Kiskonban. Másrészt nem csak a múltra akarunk emlékezni, hanem a jövőbe is tekintünk. Ezt bizonyítja az, hogy egy új székely tájházat, illetve egy székely házat akarnak építeni a józsefalvi székelyek itt Bátaszéken. Emögé a kezdeményezés mögé állt be a Nemzetpolitikai Államtitkárság, ezt tudtok támogatni, és nagyon reméljük, hogy egy év múlva szintén a józsefalvi búcsú emlékére, vagy napján, augusztus 20-án át is tudjuk adni ezt a gyönyörű házat. Én remélem, hogy élettel töltődik meg ez a ház.
a mai napon egyébként, hogy az életet is bizonyítsuk. 50 esztende jött létre a Székely Kórus, ennek is a születésnapja van, és jól látni azt, hogy a kórusban is, egyáltalán a hagyományőrző csoportokban is nagyon sok gyerek, illetve fiatal vesz részt, és egy új kezdeményezés is van itt a bátorszéki székelyek körében, mégpedig az, hogy az unokák bálját évről évre megrendezik, illetve az unokákat is egyre inkább bevonják ebbe az identitás megerősítő, megőrző tevékenységbe és munkába. Jó látni azt, hogy bukovinai székelyek nem csak meghalnak, hanem nagyon sokan születnek is, és nagyon sokan vállalják őseiknek a kultúráját. Én úgy gondolom, hogy egy régi korszakot szeretnénk felújítani, hiszen a bátaszéki székelyeknek egy régóta dédelgetett vágya volt, hogy egy olyan otthonuk lehessen, egy olyan biztos helyük lehessen, akár egy szoba, egy házrész. Ez a legszebb álom, hogy egy egész ház formájában, ahova bármikor összejöhetünk, nem kell időpontot egyeztessünk senkivel, hanem szabadon a miénk a pálya. Az első három szobáját ennek a háznak meg szeretnénk hagyni ilyen formában, ahogy most van, és hátul fog épülni egy nagy közösségi tér, szociális helységekkel, öltözőkkel, kiszolgáló helységekkel, egy közel 150 négyzetméteres közösségi teret álmodtunk meg, maga a pályázati támogatás igazándiból erre vonatkozik. Én bízok abban, hogy a mi jókedvünk és hangulatunk az esetleg vonzóvá válhat másoknak is, de gondolok arra is, hogy a másik két népcsoporttal itt Bátaszéken, akár a felvidékiekkel, akár a Német Egyesülettel, akik a hagyományőrzésben szintúgy kiveszik a részüket, sőt, talán az elmúlt években ők dominánsabbak voltak, ővelük is itt bármikor tudunk közös együttlétet, közös terveket szőni. A bátaszékre érkező székelyek 50 esztendeje először énekkart hoztak létre az asszonyokból. A csoport ma is tevékenykedik. A Székely Kórusnak a legalapja az még Bukovinába indult, mert dr. Németh Kálmán ott megalapította a Székely Kórust, vagy nem Székely Kórust, hanem egy kórust, de főleg templomi énekeket énekeltek. Aztán, mikor ugye háború után Bátaszékre kerültek, akkor Ibolj néni 1970-ben, Tamási Istvánné, Ibolj néni, ő volt a kórus alapítója, 10 fővel megalapította a Székely Kórus. Csak asszonykórus néven futottak, mert csak asszonyok voltak benne. Mai napig egy asszony él közülük, a többi sajnos mind meghalt. Aztán a 90-es években mi fiatalok, akkor még fiatalabbak voltunk, beléptünk a kórusba, és ennek a mai kórusnak az alapját mi képezzük, mert ugye a régiek már kihaltak. Én 2000 óta vezetem ezt a kórust, 2000-ben adta át nekem Ibolj néni, azt mondta, hogy ő már tovább nem szeretné. Úgy gondolja, hogy átadta az alapokat, és akkor 2000 óta én vezetem a kórust. Most jelen pillanatban 14-en vagyunk, ami nagyon kevés, de úgy gondoljuk, hogy ez a kevés, ez tiszta szívvel és lélekkel csinálja azt, amit csinál. A bukovinai székelyek azt tervezik, jövő augusztusban a józsefalvi búcsú emlékére majd az új házban fogadják remélhetőleg már a határon túlról is barátaikat, rokonaikat. És onnantól az új házban olyan együttléteket szervezhetnek, ahol a gyerekek szüleiken keresztül élik meg az együttlét örömét, és tanulják meg szinte észrevétlenül őseik hagyományait, kultúráját. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!